Kiszézés. A kiszézés talán a legnépszerűbb télűző népszokás, melynek keretén belül egy szalmabábot körbehordanak a faluban, majd kivonulnak vele a lányok a falu végére énekszóval, és ott a folyóba vetik, vagy elégetik. A kisze többnyire melyecskének öltöztetett szalmabáb, melyet Kici, Kiszőce, Kicevice, Banya néven is emlegettek. A bábú a különböző magyarázatok szerint a tél, a bőjt, a betegség megszemélyesítője lehetett, mely a telet, a hideget, a rontást, a betegséget, a félelmet, tehát úgy általában a rossz dolgokat jelképezte. A kiszi szó korpából készült, savanyú levest, jellegzetes bőjti ételt jelent. A kiszejárást a bábú elkészítése, ruhájának összeszedése előzte meg. A lányok énekszóval vitték végig a falun, majd a falu végén vízbe vetették, vagy elégették. A kiszebábú mozgatásának, a falun való végigvitelének is jelentőséget tulajdonítottak, úgy vélték, hogy aki elsőnek felkapja, hamarosan férhez megy. Van, ahol az a hiedelem élt, hogy amelyik falu végről viszik, onnan hamarosan férhez mennek a lányok. Ha véletlenül visszafordult a bábú, attól tartottak, hogy visszajön a betegség a faluba. A mágikus eljárásokban különös szerepe van az analógiás mágiának, azaz annak az ősi hitnek, hogy a hasonló hasonlót hoz létre. Analógiás mágián alapulnak egyes népszokásaink is, mint például a kiszehordás. A felöltöztetett szalmabábú végigkordozásával és megsemmisítésével szimbolikusan kiviszik a faluból a betegséget. Kisze-kisze szalmából, perzselődj a lángoktól, vörös táncba ham vagy el, nekünk most már tavasz kell. Megbűvölve figyelték, hogyan hamvad el végre a tél, vele együtt a betegségek is, s adja át helyét a hideg szürkeség, a fényes melegnek, a gyönyörű szép tavasznak. Ezután következett a tavasz behozatala, a villőzés.
Zöld ágból font koszorúkra zöld ágakat, a tavasz friss színeiből zöld, sárga szalagokat kötöztek fel, majd ezzel ismét körbejárták a falut, tavas csalogatókat énekelve és kántálva. Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának. Fúj szél, meleg szél, jön a tavasz, megy a tél.